Tutti Frutti öböl felfedezése. Első rész. Ezek a sütik nagyon fincsik lesznek. Meleg van. Beteg vagy? Így nem fogsz tudni elutazni. Dehogy is nem tudod. Vagy egy kicsit melegen van. A maximum vagy a sütő. Igen, egészséges vagy, mint ez az eper. Én még nem tudom, hová menjek nyaralni. Gyere velem fantasy világba! Ide adnád az epret! Hoppá! Ez nagyon fincsi volt. Képes voltál az összeset megenni? Sajnálom. Cutie, kérlek, hozz egy kis epret az erdőből. Akkor én meg kikapcsolom a sütőt. Ez hatalmas! És finom! Ez az a különleges eper, amit a fantasyk esznek. Az én muffinjaim lesznek a világon a legfinomabbak! Milyen fincsi illat! Meg kell kóstolnom! Mandy, ki a barátod? Ő az unokatestvérem Lizzie. Most eljött minket meglátogatni. Szerencsétek van! Épp most lett kész a süti! Igen! Szívesen! Tessék! Mindenkinek egy! Ez szuper fincsi! Mert különleges epret használtam. Olyat, amilyet a fantasyk kesznek. Így érthető? Különleges eper? Én olyat még sose láttam. Nagyon szeretnék ilyen epret. Én is! Én is! Én is! Én maradok. Nekem sok dolgom van. Veletek megyek, de csak rövid időre. Nyaralni készülök a fantasy világba. Jössz, Lizzie? Ott vagyunk már. Micsoda eper illat van. És dinnye. És narancsillat is. Ez a hely egy álom. Az éden kell. Vigyázz, Lizzie! Gyümölcsös illatot érzek. Egy kis lekvár. Ez egy új világ. Hát ez szuper! Mekkora banán? Uzi! Ez a világ legjobb banánja! Hihetetlen! Az íze még jobb, mint az illata! Nem tudom abba hagyni a gyümölcsevést! Micsoda szuper nyaralás! Jessivel kellett volna találkoznom! Vajon mit csinálhat? Biztos megfeledkezett rólunk. Sose tanulok meg kézzel perecet csinálni. Biztosan jól szórakozik. Még 5 perces. Barátok vagytok, vagy ellenségek? Nagyon cukik, és gyümi illatuk van. Hová visztek minket? Vágyatok! Lili! Segíts! Hívjuk a többieket! Szabadítsuk ki a bébiket a szörnyek fogságából! Miért hoztak minket ide? Megettétek az összes termést! Üdv a Tutti Frutti öbölben! Tutti Frutti öböl felfedezése. Második rész. Cukik! Lefotózhatlak titeket?
Segítség! Elrabolták a bébiket! Mi történt, Lady? Hatalmas, ícsiklandozó gyümölcsöket ettünk, de egyszer csak megjelentek ezek az apró, színes szörnyek, akik fura nyelven beszéltek, és... Hatalmas gyümölcsök? És színes szörnyek? Fura nyelv? Megmentjük a bébiket! GPS bekapcs! Én is megyek! Egy legfár mellett mentünk el, és mindennek fincsi illata volt. Ó, fincsi illat? Hashtag gyümi illat! Várjatok! A szörnyek bárhol lehetnek. Azt hiszem... erre. Nem. Erre. Az mi volt? Ők azok! A fura babák velük szedetik a gyümölcsöt. Ó! Mennyire finom narancslé! Szörnyen érzik magukat. Parancsolgatnak nekik. Mentsük meg őket. És ha elkapnak? Én tudom! Álcázzunk! Sajnos nem érzem a saját illatomat a gyümölcsszaktól. Nézzétek, milyen álcát találtam. Szuperül néz, kis fincsi illata van. Rím szagot fogott. Ezzel irányítom a fincsi gyárat. Csinálok 100 grapefruitos gumicukrot. Jaj, ne! 1 millió gumicukorra állítottam. Meg kell lennünk! Au! Hé, te ki vagy? Mit keres itt egy tükör? Tudtam, jöttek még bébik! Ez itt a bék! Ne féljetek, ők a barátaink! Mi azt hittük, elraboltak. Annyira jó, hogy így mind összejöttünk. Milyen csodás köncsek! Magic Tears! Jelly! Ezek élnek! Vigyázzatok! Ne aggódj! Elég huncutok, de nem veszélyesek. A jellyk a világunk alapelemei. Nélkülük nem lennének ilyen nagy és szaftos gyümölcseink. Hű! Úgy tűnik, meg akarják mutatni Tutti Frutti öblöt. Kifacsarjuk a gyümölcsöt a fincsi gyárban. A lé pedig a tóba kerül. A lé különböző színű. Attól függ, milyen gyümölcsből van. És íme a fincsi gyár. Ez a keverőmedence. Azt a mindenit! Azok nagyon szép formák. Imádom! Sziasztok, Angie vagyok. Itt kóstolhatok turmixokat, smoothie-kat. Van olyan banános, dinnyés, narancsos? Persze! Te megálmodod, mi meg kikeverjük. Tutti frutti öböl. Tudtam, hogy fincsi lesz. Ez egyértelműen életem legjobb nyaralása! Végre megvagy! Ti már ismertétek Tutti Frutti öblöt? A világ minden szegletét ismerjük, és a távcső segítségével óvjuk és vigyázunk rájuk. Mondd, vannak még ennyire szuper helyek? Persze, és mindegyiknek saját külön varázskönnye van. Elviszel minket oda? Jobb, ha ti fedezitek fel kis lépésekben. De előbb meg kell tanítanod kézzel perecet csinálni.